Jó estét kívánok, köszöntöm Esterházi Attilát, az MSZP elnökét. Jó estét. Amikor tegnap meghallotta azt, hogy Bajnai Gordon mm -hmm. szeretne elmenni a választmányi ülésre, ami holnap lesz, meglepődött, vagy tulajdonképpen számított rá, hogy ez az ajánlat majd megérkezik? De számítani nem számítottam rá, egy másik pártnak az elnökéről van szó, hát nem az a szokás általában, hogy, hogy egyik vagy másik párt az ilyen hogy a belső fórumokra megy, és ott beszél ezekről a dolgokról, de én örültem neki, önöknél olvastam egyébként az atv.hu-n, és rögtön, amikor olvastam a hírt, akkor el is döntöttem, hogy, hogy tök jó, akkor, akkor meghívom Bajnai Gordon, hiszen van egy csomó olyan dolog, amit érdemes megbeszélni, tisztázni, tárgyalni róla, és akkor ez, egy, ez is egy fórum, ez is egy lehetőség arra, hogy, hogy tudjunk eszmét váltani. Egy percig se gondolkozott? Nem rögtön vette a telefon, Szevasz Gordon Attila vagyok, gyere el, vagy hogy Nem, rögtön egy óra múlva nem emlékszem pontosan, de kétszer is hívtam Bajnai urat, sőt hagytam neki üzenetet, aztán végül egy SMS küldtem neki, az a leggyorsabb ilyenkor, az biztos, hogy eléri a, a telefonján. Persze ment hivatalos, tisztességes meghívó is e-mailben, de azt gondoltam, hogy az a fontos, hogyha nagyon gyorsan jelzem azt, hogy, hogy nagy örömmel várjuk. Milyen hangulat fogadja majd ott Bajnai Gordon? Biztos, hogy mindenki nagy örömmel várja? Nézze, biztos, hogy konstruktív hangulat lesz, tehát mi most ugye folyamatában vagyunk egy stratégia készítésnek, aminek sok minden a része, de például az együttműködés is a része. Ugye mi azt javasoltuk, és a szocialista párt amellett köteleződött el, hogy, hogy mi minél gyorsabb tárgyalásokban vagyunk érdekeltek, mert azt látjuk, hogy az emberek bárhol megyek, ma éppen a 14. keretbe jöttem egy lakossági fórumról, ahol ott is, de egyébként bárhol merre járok az országba, tegnap Ajkán voltam, azt, azt megelőző Marcaliban, mindenhol azt mondják, hogy elnök úr, úgy gondoljuk, azt látjuk, hogy fontos és szükséges a, az összefogás, nem holnap, hanem már tegnap. Tehát magyarul nem mi vagyunk türelmetlenek, mert már politikában az ember megtanulta, ha valaki, akkor én meg egészen biztosan, hogy a türelem az, az egy fontos erény, csak azt látom, hogy a, a, a szavazóink körében bizony, van egyfajta türelmetlenség, hogy hát úgy is tudják, hogy a végén lesz együttműködés, hiszen mindenfél ezt erősíti a mondataival, akkor azt mondják, hogy mi a csodáért várjunk egy, két, három, akárhány hónapot, hát tessék minél gyorsabban elkezdeni az egyeztetéseket. Gondolom, hogy erre való hivatkozással jelentette be Bajdani Gordon tegnap azt is, hogy számára már nem kőbevésett a június 16-ai, úgymond szimbolikus időpont, nagy újra temetésének napja. Viszont meg mondjam, én nagyon csodálkoztam, mert azt mondta, hogy hát a 16. az nem kőbevésed, de a június közepére gondolt. Na most június közepére, az 15-e, 15 15 tehát mondjuk a 15-e, vagy esetleg a 14-e, az mennyivel nagyobb előrelépés ahhoz képest, amit önök javasoltak, hogy hétfőn, kedden, szerdán csütörtökön, pénteken, vagy vasárnap, teljesen mindegy, ahol jön itt, vasárnap elmondta. Szóval még mindig óriási a, a szakadék. ő most például várja azt, hogy lehet, hogy a Jókai utcába Bajnai azt mondja, hogy akkor legyen itt a május három. Le legyen így. Minél gyorsabban, annál szóval, jobb. De mire nekünk. számít? Ugye mi azt mondjuk, és ez is egy <laughs> nagyon világos dolog, hogy nem az a kapkodás, ha időbe elkezdjük a tárgyalásokat, hanem abból lesz a kapkodás, hogyha későn kezdjük el a tárgyalásokat. Hiszen... Igen, hát ezt vázolta már a múltkor, amikor én a hangulatról kérdezem. Mert lehet, hogy azt mondja ön, hogy nagy szeretettel várja, és gondolja, hogy itt konstruktív lesz minden. De hogy a népszava tegnapi számában, ami a választmányi üléssel foglalkozott, ott megjelent egy olyan mondat, idézem, szocialista politikusoktól úgy értesültünk, felvetődött, minél hamarabb ki kellene mondani, hogy a 2014-es ellenzéki választási listát az MSZP elnöke vezeti. Sokan ugyanis azt szeretnék, hogy Mesterházi Attila legyen a demokratikus ellenzék miniszterjelöltje. Azért is, mert bajnai visszautasította a korai tárgyalást. Ha most ezt kimondják, holnap kimondják? Ö, ez, akkor ez azról már nehéz elmozdulni. E, valamiféle kompromisszum irányába. A kompromisszum irányába mindig el lehet mozdulni, de azért azt látni kell, hogy mi tettünk egy nagyon világos tárgyalási javaslatot, egy menetrendet. Ezt tavaly novemberben fogalmaztuk meg. Azt mondtuk, hogy mi, szocialisták, MSZP-sek, abban hiszünk, hogy közös jelöltek kellenek, tehát hogy magyarul egy demokratikus ellenzéki jelöltnek kell szemben állni a Fidesz és a Jobbik jelöltjével. Ez egy alapvetően fontos kritérium ahhoz, hogy választást lehessen nyerni. Kettő, a szavazat maximalizálás miatt fontos, hogy közös lista is legyen, hiszen akkor az összes közös jelöltre leadott szavazat az egy listára megy rá, és akkor természetesen ott több kompenzációs helyet lehet szerezni, tehát magyarul ez is segít. És kimondták azt is, hogy az legyen is, hogy mondtunk, a miniszterelnök, akivel nyerni Igen, és lehet. azt is mondtuk, hogy és kell egy közös miniszterelnök jelölt is, hiszen az emberek azt várják, hogy ha mondjuk Adja Isten, lenne egy vita Orbán Viktorral. Ugye ezt nem lehet eljátszani, hogy Orbán Viktor azt mondhassa nekünk a választási kampány hevébe, hogy hát ő vitatkozna szívesen valakivel, de döntsétek már el, hogy ki az, akivel nekem le kell ülni vitatkozni. Tehát azt mondtuk, hogy az emberek számára kell egy világos olyan személy is, aki a csapatot vezeti, csapatkapitányként. Ez a, hogy mondjam, első az egyenlők között. Nem több, de annyi egészen biztosan. És ezért mondtuk azt, hogy ez egy világos menetrend, akkor még az Együtt 2014 nem reagált, vagy nem, nem válaszolt tulajdonképpen érdembe erre a felhívásra. De ők közben azt mondták, hogy amikor önök megtették a javaslatot, akkor még arról volt szó, hogy majd decemberben legyen Most ilyen ez egy, együttműködés, ha, ha, meg majd januárra. Igen, ugye erre egy, aztán egy, Tóbiás Zsózsef azt mondta, hogy akkor még regisztráció igen, volt. Igen, szóval ez egy pici csúsztatás, hogy amikor novemberben beszéltünk erről, akkor úgy terveztük, hogy szeptemberben elindul egy regisztrációs kampány, tehát a Fidesz ezt tervezte. És azt gondoltuk, hogy egy regisztrációs kampány közepén nem jelölteket kell állítani, mert hogy akkor az ön is tudja, akkor a személyi kérdésekkel mindenki elfoglalja magát. Azóta ez megváltozott. Tehát azóta számos olyan nyilatkozatot tettem én személyesen magam, ami, az, ami arról szólt, hogy őszre... Ezeket a dolgokat el kell rendezni. Tehát magyarul egy akkori sajátságos történelmi szituáció vagy körülmény közepette mondtunk egy ilyen menetrendet, de ettől még továbbra is azt mondjuk, hogy szerintünk az lenne a jó és helyes, hogyha minél gyorsabban indulnának el, kezdődnének meg így pontos uh -huh. ezek a tárgyalások, mert annál több időnk van arra, hogy egy jó, megállapodást, jó megállapodásra jussunk. És akkor azok a hangok, amelyek azt mondták, amiről a népszavai ír hogy ön legyen az ellenzék vezetője majd a választási lista, ezek renegált szocialista hangok? Nem, hát gondoljunk bele, hogyha... Mert az a azért magukat nem akarták belül... megnevezni itt az újságírónak. Hát, igen, ]nak. de gondoljon bele, hogyha a magyar szocialista párton belül nem az lenne a természetes, hogy a saját elnöküket emberek úgy gondolják, hogy alkalmasnak tartják vezetőnek, akkor nem lehetnék a párt elnöke sem. Ráadásul azért azt ne felejtsük el, hogy mi egy nagyon nehéz három éven vagyunk túl. Tehát ezek a kollégák, akikkel is most aktivistákat, pártagokat, nem csak vezetőket értek ez alatt. Mi végcsináltuk ezt a három évet, nem három hónapot, nem másfél évet, hanem három évet amikor mindenki bennünket támadott. Tehát ön emlékszik rá, hogy 2010-ben az összes parlamenti párt, mindenki az MSZP-t tette mindenért felelőssé. Nem volt olyan parlamenti ülés, sajtótájékoztató, nem mi voltunk az ördögnél is világ, A gödörből A gödörből világ. nagyon nehéz volt kijönni. És ez, ez egy nagyon sok munkát, nagyon sok erőfeszítést jelentett, hogy ebből ki tudjunk mászni és újra tudjuk szervezni magunkkal. És ma már igen, ez egy új MSZP. Ez nem ugyanaz, mint ami régen volt. És ezt nem akarnék minősíteni. Egyszerűen csak azt mondom, hogy megújítottuk a, a pártnak a szervezetét, megújítottuk a párt vezetőit, és megújítottuk a pártnak a programját, mert tanultunk az elmúlt időszaknak, a kormányzásunk idén elkövetett hibákból is. Tehát most egy olyan új MSP áll a választók előtt, amelyet még nem mindenki lát annak, hiszen a média felület, az eltelt idő még nem volt elég ahhoz, hogy ezt úgymond teljes mértékben ezt be tudjuk mutatni, a, főleg a bizonytalan szavazók. Azt szabadulók. is mondja, hogy ha ez egy új MSP, akkor ennek kell vezetni a ellenzéket? Én azt mondom, hogy hát ugye a azért a politikában az, hogy kinek mennyi szavazója van, az mégiscsak egy mérőműszer. Ugye Kemény Dénes mondta egyszer, amikor kritizáltak a, a magyar vízilabda hogy nem is játszottak olyan jól, meg sokkal több góllal is nyerhettek volna, meg hát, hogy ez így nem megfelelő teljesítmény, akkor mondta, hogy hát ő nem tud ezzel mit kezdeni, mert ránézünk az eredménytáblára, és az nem hazudik. Tehát én lennék ő most ránéz a közölményi kutatásokra, és azt mondja, Miért akar itt bárki más vezető lenni, ha egyszer mi hát állunk nézz, a legjobban? Én azt látom, hogy ezt már annyiszor elmondták, hogy a Szocialista Párt az ellenzék vezető ereje. Ezt egyébként nem bajna is, is, is elmondani. A legutóbbi interjú. E, tehát akkor, sőt, azt mondják, hogy az MSZP nélkül nincs kormányváltás. E, egy csomó alkalommal még november előtt számos megszólalásban azt mondták, hogy az a kérdés, hogy az MSZP hogyan dönt, hogy akar-e együttműködni. Nos ezek akkor nincs értelme meglepődtünk egy, egy kicsit, hogy Meglepődtünk egy kicsit, hogy hát amikor végre azt mondtuk, hogy mi akarunk együttműködni, és ott azt is mondjuk, hogy a legmesszebb menőkig elmegyünk. Tehát azt mondjuk, hogy közös jelölt, közös lista. Hogy akkor mi, mire föl a hezitáció? Tehát ha világos a képlet, úgy is tudjuk, hogy a végén együttműködés lesz belőle, mert nincs más lehetőség. Igen, csak nem mindegy, hogy ezen az a az közös listán kinek hány jelöltje lesz Na de, rajta. T tudja, t tudja, akkor ez már egy más típusú vita. Akkor ez már ugye annak a vitája, hogy melyik személyek, hány személy egy adott listán, hol, milyen helyen szerepelhet. Én azt mondanám, hogy ez egy, a politikában egyébként ez egy legitim, tehát félértés ne essék, ez egy legitim kérdés, hatalmi kérdés, személyi kérdés, és ezt nem rossz mondom, ne, hogy így értse. De akkor erről kell beszélni. Akkor azt kell mondani, hogy mi azért nem akarunk még tárgyalni, mert még nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy nagyobb arányú lista, listás helyeket, több képviselőhelyet tudjunk szerezni a majdan a közös jelöltek körében. Ez egy teljesen világos Nem beszél, tudom, szoktál nézni másik. azt a TC műsort, amit én itt szerdánként Abszult. vezetek. Ugye a legutóbbi Sőt, tétben, van, hogy amikor, 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 megkérdeztem hogy a, a, vendégeket, hogy tulajdonképpen Bajnai Gordon most mire vár ebben a június 16 ig terjedő időpontban, akkor az egyik vendégem azt mondja, azt mondta, a közvéleménykutatási eredményekre. Vagyis, hát itt nem érdemes kerülgetni a forrókását. Nekik még most nincs annyi szavazójuk, ők még most lejjebb állnak a közölői kutatásokon, mint az MSP. Neki erre kell még ez a két hónap, hát ha össze tudja magát szedni, hát ha lesz még több szavazója, jobban fog állni a különböző közvélemény kutatási intézeteknél, és akkor jobb pozícióba tud önnel leülni, tárgyalni. Nem, nem erről nem van szó? És hogy őszinte Próbálják így ide-oda... Nem, 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 én ebbe, én ebbe egyet értek önnel. Tehát én ezzel nem vitatkoznék. Csak én reálpolitikus vagyok, több okból is. Egyik, hogy az, hogy ma a társadalomban nincs egy mozgás a bizonytalanok irányából, bármelyik ellenzéki párt irányába, de hozzáteszem se a Fidesz, se a Jobbik irányába az azt mutatja, hogy ez az egész közeg egy picit befagyott. Tehát magyarul nem arról szól a dolog, hogyha még 80 ajtón bekopogtatunk, akkor hirtelen meg fog duplázódni a szocialistáknak a szavazata, de hozzáteszem, egy országjáró körúttól sem duplázódik meg Bajnai Gordonéknak a támogatás. Ezt szóval, honnan tudom, már ötször jártam az országot, és amikor körbejártam és végeztem, és végjártuk a kollégák, és ettől nem duplázódik meg a Na támogatás. Na de akkor a Dortudor kampánynak mi lesz az? Nem, a Dortudor kampánynak nem ez az hogy mi azért is járjuk körbe az országot, többször, hogy a saját szavazóinkat is tájékoztassuk, hogy megszólítsuk, hogy feladatot adjunk neki. De az a probléma, hogy a bizonytalan szavazókat kell, hogy elérjük. És sajnos ugyanazok a stigmák sújtják Pajnai Gordont és Gyurcsány Ferencet is, és a Magyar Szocialista Pártot is. Ez a nyolc évezés, ugye, hogy mindenért az elmúlt nyolc év a felelős, ami egy hazugság. de, egy de világos pont a mondta azt, hogy ennek a nyolc évnek milyen pozitívumai vannak, van, és most váltani fognak a, nem a stratégiába, nem és elkezdik a nyolc év pozitívumait Tehát én nem véletlenül mondtam el, mert kell a, a saját szavazóinknak és aktivistáinknak is kell olyan, muníció, amivel ők meg tudják védeni azt az álláspontot, hogy igenis abban az időszakban, persze sok tévedés meg hiba mellett, nagyon sok jó dolog is történt, különösen akkor, hogy ezzel a három évvel akarjuk összevetni az eredményeket. És én értem ezt a pozícionálási, hogy mondjam, stratégiát. Csak egytől félek, és, és ezt visszaigazolják a választópolgárok is. Hogy én tényleg hiszek abban, hogy az összefogásnak az ereje az egyfajta katalizátor az ellenzék számára. Tehát magyarul én hiszek abban, úgy, talán úgy fogalmaznék, hogy szükséges, de nem elégséges feltétel a, a, az összefogás, de az biztos, hogy megmozdítaná a baloldali liberális szavazói közeget, akik ma még hezitálnak, ha azt látnak, hogy na, hát ezek végre összerendezték a sorokat, elkezdtek menni egy irányba, nem egymással foglalkoznak. Ma adott esetben, hogy ne erről kelljen hanem a trafikbotrányról tudják beszélni. Nem, nem kritikaként mondom, csak hogy nem, nagyon sok teret elvisz. Nekem már csak egy kérdésem van. Ugye ez a történet. A Tehát ezért mondom, azt, csak hogy, csak. hogy, ezért mondom azt, hogy, hogy ezért sürgetjük mi az összefogás, hogy nehogy az emberek olyan szinten mondjanak le arról a reményről, vagy arról a hitről, ami még bennük pislákol, hogy igenis lehet kormányt váltani, csak össze kell fogni, megtalálni a helyes üzeneteket, közös kampánystár, nagyon sok személyes találkozó, tehát van, van sok feladat még az összefogás mellett, de minden esetre ez katalizálhatná a szavazatokat. Valószínűleg nem ugranánk a Fidesz elé támogatottságban rögtön, de az tény és való, hogy egy innovációt jelenten a magyar politikai életben, ezért próbálom sürgetni, passzírozni, nyomni ezt az egész folyamatot abba az irányba, hogy minél előbb, úgymond, tegyünk eleget a választói, a választóink elvárásának, és ezért nem tartom jónak, hogyha még taktikázunk, pozícionálunk, meg időt húzunk. Amikor pénteken itt volt Balgynagy Gordon pont egy héttel ezelőtt, akkor feltettem neki ezt a kérdést, hogy el tudja fogadni önt miniszterelnök jelöltnek. Erre én nem kaptam egy egyenes választ, hanem egy kitérőt kaptam. Reggel Róna Jégon megkérdezte Gergelyt, el tudja -e fogadni önt miniszterelnök-jelöltnek, kitérő választ kapott. Én most azt kérdezem öntől, hogy ön személyes tragédiájaként élné meg, ha nem ön lenne az ellenzék miniszterelnök-jelöltje? Miért élném meg személyes tragédiaként? És hát én, ön el én, tudja fogadni bajnaig? Ebben, ebben én nagyon világos mondatokat mondtam, mindig tőlem más mondatot nem hallott. Mondat úgy hangzott, hogy legyen az, akivel, akivel lehet nyerni. Ebben a mondatban bent van az a, az a rész is, hogy lehet, hogy nem velem lehet nyerni. De az is benne van, az is természetesen lehet, hogy velem lehet nyerni. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a szavazóink, a választóink világos beszédet várnak tőlünk. Egy politikus ambíció nélkül, nem is igazi politikus, bocsánat, hogy ezt mondom, de talán egy más szakmában is, az újságírásban is az embernek van ambíció, hogy jobban csinálja vezetőszerkesztőként, főszerkesztőként a munkáját, aztán hírigazgatóként. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy aki a politikába beszáll, politikai vezetőként jelenik meg, annak vannak ambíció, hogy elérjen valamit, hogy a politikáját meg tudja valósítani. Na de hát ezt többféle módon lehet elérni és megvalósítani. Úgyhogy nekem ebben teljesen nyugodt a lelkiismeretem, és teljesen, hogy mondjam, abszolút helyesnek tartom ezt a mondást, hogy, nem baj, ha valakinek van ambíciója, politik, politizálni, vezetnél nélkül nem lehet, és azt, azt kell megtalálni azt a szemét, akiben a leginkább bíznak az emberek, és hogyha ez én vagyok, akkor engem, ha más, akkor más, ha meg egy harmadik, akkor meg azt. De egy biztos, hogy ultimátumokkal, meg, meg, ilyen, meg esetleg olyan, olyan gesztusokkal, amik, amik eleve elrendeltnek gondolnak egy, egy szituációt, abban a politikában nem nagyon lehet előre menni. Beszéljünk a trafik mútyíról. Most az egész ország ezzel foglalkozik, mindenki felbojdult. Azt ígérték, hogy ha majd az MSZP hatalomra kerül, akkor megszünteti ezeket a koncesziós trafikokat. De ez nem biztos, hogy mindenkit kielégít ez a válasz, mert nem biztos, hogy hatalomra kerülnek. Milyen más eszközök vannak az MSZP kezében, hogy segítsen azokon, akiket érdemtelenül zártak ki ebből az egészből? Ugye mi ma azt mondtuk, hogy a kormánytól követeltük, hogy érvénytelenítse ezeket az eredményeket két okból utólag megváltoztattak egy nagyon fontos alapfeltételét ennek a tendernek, hiszen meg két és fél azt a profit rátát, amit a már nyertes pályázók úgymond realizálhatnak ezen az üzleten. És ezt nem lehetett az és üzleti, üzleti beírni. Nem behírni Igen. az üzleti tervbe, gondolom a fizeszes haveroknak lehetett előz, előzetesen mondani, hogy nyugodjatok meg, majd a végére elrendezzük, hogy megfelelő pénzt tudjatok rajta keresni, tehát ez az egyik probléma, ami miatt szerintem ezt semmiség kell nyilvánítani. A másik, hogy mivel nagyon sok szubjektív paraméter volt az elbírálás Nál, ilyenkor minden pályázatnál kell, hogy legyen jogorvosla, jogorvoslati lehetőség. De itt, nincs. De itt nem volt, sőt, ki is zárták. Ezért mondtuk azt, hogy mi fogunk bevinni a parlament elé törvénymódosítási javaslatot, és meg fogjuk támadni ezt a kiírást, amennyiben erre van jogi lehetőség. Pont ezen az okon, hogy utólag változtattak alapvető feltételeken, és ráadásul nincs is jogorvoslati lehetőség. Ha ennek semminek nincs meg az eredménye, mert a Fidesz mindent lesöpör a pályára, és Lázár János úgy látom, hogy a barátjának nagyon meg akar felelni, aki ebben a bizniszbe utazik, tehát minden áron foggal körömmel védik ezt a rossz és téves döntést, ami szerintem a Fidesznek egyébként pártpolitikai alapon is sok kárt fog okozni. Ez persze legyen az ő bajuk. Nagyobb baj az, hogy 40 ezer családtól vették el, tisztességes magyar családtól a megélhetésüknek a, a, a lehetőségét. És arról papolnak, hogy magyar kisvállalókat fognak lehetőséghez juttatni. Hát a, a CBA, a kontinentális nevezetű cég, és egy, ez ez egy mint, mint egy igazi magyar kisvállalat, egy, egy duong, vagy nem tudom, milyen nevezető vietnámi vállalkozó tudott itt Budapesten rendge, bolthoz hozzájutni. Hát hol van itt a magyar kisvállalat, hol van itt a családi vállalat. Tehát ezért mondtuk azt, hogy ha ennek semmilyen eredménye nincs, akkor szeretnénk jelezni a koncesziót elnyert fideszes haveroknak, hogy nem kell hosszú távra tervezni, ha a szocialista párt megnyeri a választásokat, akkor ezt egészen biztosan meg fogja változtatni, és vissza fogjuk adni a lehetőséget tényleg azoknak, akik 20-25 éve vagy 30 éve dolgoznak ezen a területen is. Tudja, tudja mi még a a legcínikusabb, hogy azok, akik most megnyerték, most mindegy, hogy idős jósról van szó, vagy éppen énekesről. Időjósról. Rá, időjósról. Vannak idős jósok is. Itt most Tehát, időjós nyert. Igen. Az az érdekes, hogy azok, akik megnyerték, azok most elkezdik fölkeresni az egyébként korábban üzemelő Ez, Hogy legyen ott boltokat, alkalmazott. Hogy most nem tulajdonos lesz, hanem alkalmazott. Talán hát, már kiderült, hogy ért a trafikhoz. Na de gondolj, mert hogy, le, hogy tudott ő úgy pályázni, hogy írta meg az üzleti tervét, amikor még boltja sincsen, amikor még alkalmazottja sincsen, és tapasztalata sincsen? No, de a ebből kontinentál az egy dohány. ZRT, hát azoknak hát ő nekik is arról, csak, csak, arra, csak hogy Nem tudni, kisvállalatnak. Tehát vállalatnak. Úgy látszik, annak hogy nem. ugye azt hiszem a vezetője ennek a cégnek Lázár János személyes jó barátja, és ha jól tudom, a kódmezővásárhelyen van egy nagy disztribúciós központjuk, és maga Lázár János nem tagadta, hogy az a törvény, amelyik megalapozta ennek a tendernek a kiírását, annak a törvénynek a megírásában ennek a cégnek a vezetője személyesen részt vett. Majd Már... utána nyert is egy csomó boltot, és utána megduplázták vagy meg két és fél szeresték neki még a profit lehetőségét is. Hát mi az, hogyha nem Mutyi? Zárásként mit gondol arról, hogy Debrecenben a rektorválasztáson egyértelműen egy politikai jelöltet javasol Balog Zoltán miniszter Áder Jánosnak, nem pedig azt a jelöltet, akit a szenátus, illetve a centrumbizottság alkalmasabbnak tartott, sokkal nagyobb arányban, mint azt gondolni is lehetett volna, mégis egy politikai kinevezet lesz, most úgy néz ki a rektor. Nézd, ez, ugyanaz a technika, mint a Fideszes klientúraépítés a, a dohányboltoknál. Itt is van egy Fidesz számára megbízható ember, igaz, hogy az egyetemi autonómiába beavatkoznak, igaz, hogy az eddigi tradíciókat fölrúgják, de a számukra kedves, szakmailag vagy ott a többség által nem támogatott jelöltet csak azért neveznek ki, mert Fideszes potenciális kötődése van. Tehát ez ugyanannak az éremnek a két oldala, így működik a Fidesz. Egyszerűen elveszi, ami neki kell, és odaadja a saját klientúrájának, mindez, hogy ez üzletről szól, mindez, hogy ez gazdasági szektorról szól, vagy mindegy, hogy ez adott esetben valamilyen egyetemi funkcióról szól. Ez soha nem volt még korábban így, Ráadásul a Fidesz is korábban azt ígérte, itt a Debreceni ügy kapcsán is konkrétan, hogy az hát azt a benne van, így van hogy nem fognak hogy az, az, autonomiába az autonomiába így van, tehát aki a legtöbb szavazatot kapja, azt fogják kinevezni. Itt, ha jól emlékszem, az arány ilyen kétharmad, egyharmad volt. Igen. Tehát még nem is kicsi volt a különbség. ből 49 en szavaztak a hát másik jelöltre. Azt mondták, hogy hazudtunk mi már nagyobbat is, úgyhogy most kinevezik azt, aki, aki a Fideszes klientúrának lesz a része. Köszönöm szépen. Én köszönöm.